Köszöntöm Önöket, ez már a mai a pénteki paletta. Minden volt a héten, volt tél, volt tavasz, hát nyár nem nagyon, de bízunk benne, hogy nem sokára megérkezik, és szólok előre, hogy ugye május első vasárnapja anyák napja volt, holnap után pedig május utolsó vasárnapja lesz, vagyis közeledik a gyereknap. És már is kezdjük a mai palettát, hogy milyen témákkal készültünk már a Önöknek. Nem sokára elveszünk kicsit a hat lépés távolság elméletében, bizonyítani is fogjuk, aztán pedig sportolunk egy kicsit, ezúttal búvárkodni fogunk, és végül, de nem utolsó sorban leugrunk Simon pusztára, ahol nyit a Nemzeti Lovas Kulturális Központ, és különböző programokkal készülnek. Már kezdjük is a mai palettát. Hat lépés távolság elmélet, bárkihez eljuthatunk hat lépés távolságon belül, pontosabban hat emberen keresztül, Karintitől származik, aztán 1967-ben egy amerikai pszichológus, Stanley Pilgrim, ha minden igaz, vagy Milgram be is bizonyította. Forgatjátok a filmet. Így van, ez egy 29-es szövege, ugye Karintinak, olyan jó, hogy ezzel kezdted, mert ez számomra is nagyon-nagyon fontos. Többek között az egyik kulcsa volt, hogy én Karintival elkezdtem foglalkozni, ez pont ez a hat lépés, és nem is tudtátok, és mégis kitaláltátok. Így találkoztunk össze Barabási Albert Lászlóval, aki hálózatkutatóként ugye foglalkozik ezzel, és így merültem abba a sokszínű életműbe, ami Karintit jellemzi, és aztán kezdtem el kávéházakba dolgozni, és most meg egy ilyen karanténtermék ez a film. Olyan érdekes, hogy tavaly, amikor kiírtak egy pályázatot, és sose gondoltam volna korábban, hogy mondjuk egy filmen is meg tudom mutatni azt a szenvedélyt, ami bennünk már 10 éve lobog az irodalmi szalomban, és a férjem kezdett el bögdösni egy balatoni nyaralás alkalmával, hogy már csak pár nap van beadni, itt egy pályázat, ez annyira illene arra, amit csinálsz, és így indult az útja. Hát leforgattuk, fantasztikus élmény volt. A mai már kész is van, már dobozban van? Dobozban, tehát hogy a törzsanyag, inkább így mondanám, hogy most leforgott. Most van az utómunka, pont ezekben a napokban van ugye a vágás, a hangutómunka, pont ma hívtam föl a főszereplőnket, Bőkény Balást, hogy mondjon föl még valamit, ami kell a filmbe. Szóval ez egy folyamatos jelenlét most még az életünkben, és ugye szeptember-októberben szeretnénk, ha mindenki látná. És hát egyébként a kulisszatitkokról a Svenk nézői is értesülhetnek, hiszen a legújabb műsorunk, a Hír TV legújabb műsora, pontosabban a stáb előd Álmosék elmentek és forgattak ott nálatok egy-két jelenetet, pontosabban egy egész adást. Hoztál különböző relikviákat, van itt egy öngyújtó, amit egyébként én parfümös üvegcsének néztem, egy cigarettatálca, és hát nyilván a forgatásról fényképek. Így van, a Svenkben bemutattam azt a szuper baby patét, amit a férjem egy ilyen antik aukción megvett nekem, hogy a Karintinak is volt egy baby patéja. És az nagyon, micsoda az a baby paté? Az egy fotográfiai készülék, tehát az egy filmfelvevő, és ő nagyon vonzódott a technikához, a tudományhoz. Ugye tudjuk ezt, hogy rengeteg, most azt mondják, hogy ilyen kütyű volt náluk otthon, és imádott szerelni, tehát egyszerűen a technika érdekelte. Egyébként nagyon érdekes, hogy a kedves felesége, aki ugye főszereplünk, Bő Maranka, aki az második felesége. Ő is az irodalmi műveltség mellett, vagy felett leginkább a tudományos érdeklődést tartott a szem előtt, és amit te tényleg parfümös üvegnek néztél, ez olyan izgalmas, mert ez is a Bő Marankának a filmből egy kultikus tárgya. Remélem senki nem fog most megijedni, hogyha én ezt a rendeltetésszerűen betartjuk, most úgyse sikerül, de egyébként a filmbe sikerült a Hajnalkának, tehát ez egy öngyújtó, és a filmben ezt sok helyen láthatjuk, ez egy gyönyörű tárgy. Mi a filmben próbáltunk eredeti tárgyakat különböző antik és régiségkereskedőktől beszerezni. Ugye hát ezek a dóznik, apukám úgy mondta, dózni, a cigarettatárca, ami kultikus volt a filmben, Kosztolányi Dezsőnek. Ez az egész korban kultikus volt. Persze, és olyan gyönyörűek ezek a tárgyak, valljuk be őszintén, hogy Kosztolányi Karinti Frigyesnél sokszor a kezükbe akad ez, és ugye hát az ékszerek, ami számunkra a nőknek ugye nagyon fontos, Bő Marankának és a többi szereplőnek is egy gyönyörű ékszerei vannak. Ez az egyik olyan lánc, ami rendre visszatér a Aranka nyak. Hát ő egy gyönyörű nő volt, még azok is, akik nehezteltek rá, ugye azt mondták, hogy Bő Maranka a fekete párduc, a femme fatale, és tényleg ez a külső és egyben a belső adottsága, mert hogy egy művelt nő volt, aki hatással volt sokakra, Berény Róbertre, Tihanyira, Ady Endrére viszonyuk is volt, és aztán Karinti Frigyesre. Tehát ez nem csak egy külső szépség, hanem ez egy kisugárzás, ez a lénye volt, ami lehengerelt csomó embert, és én azt gondolom, hogy ez megjelenik a filmben. Állítólag úgy indult ez a sztori, hogy telefonbetyárkodtak. Betelefonáltak a New York kávéházba, hogy a leghíresebb költővel, vagy nem tudom, íróval szeretnénk beszélni, aki ott van, és Karinti lépett oda a telefonhoz. Hát, szerintem egyébként ez nagyon extra, tehát mondjuk én egy elég visszafogott nő vagyok, de az, hogy egy nő 1920-ban kézbe veszi a sorsát, hogy ennyire vagány, hogy ugye felhívta az otthonkört, ami akkor tényleg a New Yorkban, de hogy sok helyen ott a Dohány utcában, és több helyen volt,
és ott ültek az írók. Tehát ez, ugye tudjuk, hogy akkoriban kávéházakban volt a szerkesztés, ugye a századforduló, két világháború között vagyunk, ez egy nagyon izgalmas időszak a fővárosnak is, és hát kulturális tekintetben is, és az otthonkötben valóban Aranka barátnőivel egy ilyen szánkó baleset után otthon van, és unatkozik, és telefonbetyárkodik. És valóban ez a filmnek egy fontos jelenete lesz, elkapja Karintit telefonon keresztül is, másnap randevúznak, először lebeszélik Kondor Lívia az ő barátnője lakásába, aztán végül is nála találkoznak, és kialakul egy viszony, és ez ugye januárban van, és csak augusztusban összeházasodnak, és igazából 38-ig, tehát 18 évig Karinti haláláig ők együtt vannak. A film nyilván valós eseményeken alapul, végigkutattátok az egész történetet, úgyhogy gondolom, hogy happy end azért annyira nem lehet. Itt nincsen happy end, én azt gondolom, hogy ugye elhivatottan szeretem a fiatalokhoz is az irodalmat elvinni, és amikor én azon gondolkozom és találkozom diákokkal, hogy mi az, ami megfogja őket, mindig valahogy ez a történetközpontú mesélés, és ezek nem csak a sztorik egy-egy író életéből, hanem azok az összefüggések, amikben mi is élünk. Hogyha mi most összetalálkozunk, akkor el tudunk beszélgetni egymással, tudunk pár dolgot egymásról, de most nem menjünk messzebb, itt a közösségi oldal, mindenkiről mindent tudunk. Akkoriban ez nem így volt, miközben nekik is volt életük, kapcsolatrendszerük, és hogy ennek az összefüggésével mutatjuk be az egyébként akkor is volt közösségi oldal, csak akkor a New York kávéházban, meg a Hadikban, és személyesen történt mindez, meg telefonbetyárkodás. Így van, és a Centrában, tehát hogy valódi, most már úgy hívjuk ezt, hogy offline találkoztak az emberek, és együtt voltak, és leültek egy asztalhoz, és hallgatták a zenét, és ott születtek a művek, és egy színház, egy opera után ezekben a kávéházakban gyűltek össze az írók, a művészek is. És hát Arankáéké volt Budán a Hadik, a Fricéké volt Pesten a New York, és aztán Arankának ezzel a vagán lépésével összeeresztette a budai és pesti közösséget, és tényleg egy nagyon izgalmas időszak indult el. És a Szabi híd kellős közepén találkoztak, ami akkor még nem volt lezárva, de megbeszélték, hogy mi történik, vagy mi fog történni. Imádom azt a vehemenciát, amivel beszélsz, meg hogy sugárzol, amikor éppen az irodalomról beszélsz. Még egy téma, állítólag így írt, hát maga Karinti a saját készülő házasságáról, és ezt le is hozták az újságok, hogy önt egy égi Karinti Frigye sikerülni fog. Óriási. Fantasztikus, annyira izgalmas volt ennek a két embernek a kapcsolata. Én bízom benne, hogy amennyit nevettünk, amennyit sírtunk, amennyi érzés bennünk megszületett, ezt mind-mind veled egyetemben a kedves nézők szeptember-októberben látni fogják. Nem magyarázom a bizonyítványom, köszönöm, hogy jöttél, hello. Szia. A sportrovat támogatója a MOL. Amióta megtanultam úszni, és ez már évtizedekkel ezelőtt volt, azóta próbálkozom azzal, hogy minél több időt tudjak egy levegővétellel, vagy másik megfogalmazás szerint levegővétel nélkül eltölteni a víz alatt, vagy hogy az 50 méteres medencét át tudom-e így úszni. Talán egyszer sikerült. Már ez is búvárkodás amatőr szinten, nem? Természetesen, igen. Hogy állunk egyébként a búvársportokkal Magyarországon? Mennyire tud ez népszerű lenni? Annak idején 20-30 évvel ezelőtt, amikor én még gyerek voltam, akkor az volt, hogy hát a búvárkodás az olyan elit sport. Azt csak úgy nem mindenki engedheti meg magának. Először is szerintem rakjuk rendbe, tisztázunk dolgokat. Egyrészt van a szabadidős búvárkodás, amikor egzotikus helyeken, szép kristálytiszta vízben halakat, korallokat nézegettünk a tengerben, illetve tavakat, tavakban hasonló az élővilágot tudjuk megtekinteni. Ezt hívjuk mi szabadidős búvárkodásnak. Ez gyakorlatilag minden körülött nyitva áll. Magyarországon is számtalan helyen lehet vizsgát tenni. Rengeteg utazás, ugye a Covid helyzetet követően rengeteg utazás a rendelkezésünkre. És van a búvársport, aminek területén különböző szakágak vannak, az uszonyos és búvárúszástól egészen az általad a felvezetőben említett apnea, tehát a levegő visszatartásos verseny számokig. Ennek az a neve, hogy apnea, van külön neve, és ez tényleg egy sportág? Igen, van külön neve, ez egy sportág, ebben is három különböző féle versenyzési mód van. Van egy úgynevezett statikus apnea, amikor gyakorlatilag levegőt visszatartva a medencébe lebegnek a búvárok. Van dinamikus apnea, amikor egy medencében minél hosszabb távot tudnak egy levegővel különböző úszonnyal megtenni. Illetve van a mélységi apnea, amikor merülni kell. Az utóbbi időben a médiában két nagyszerű hölgyversenyzővel találkozhattak a nézők, illetve ismerhetik a nevüket. Készült erről számtalan filmig. Ez a leglátványosabb egyébként. A merülés. A mélységi. Erről filmek is készültek egyébként, csak ott arra kell vigyázni, hogy nem szabad nagyon hirtelen feljönni, mert akkor az keszonbetegség?
Az apnea esetében ez nem áll fent, hiszen olyan gyorsan történik a le- és felmenetel, hogy ez a bizonyos keszonbetegség ez nem lép életbe. Könnyű búvárkodásnál, tehát a szabadidős búvárkodásnál ez igen, amikor lassan megyünk le, lassan jövünk föl, tehát ki tudnak alakulni ezek a fiziológiai folyamatok, ami ugye veszélyes. Zsilipelésnek hívják, amikor szakaszonként jövünk föl. Apneát említetted, és ugye most a búvár sportokról beszélünk. Ezen kívül egyébként számtalan szabadidős sport létezik még. Például van rögbi is víz alatt? Ezeket mi nem szabadidős sportnak hívjuk, hanem ez már a versenysportba tartozik. A legnépszerűbb, vagy a legnagyobb bázisra rendelkező búvár sport az úszonyos búvárúszás. Ez egyébként medencében zajlik, különböző távokat tesznek meg a sportolók, vagy a vízfelszínén, vagy a víz alatt. A vízfelszínen egy speciális légzőcső segítségével. A pipa. Ami egyébként homlok snorkernek hívjuk, hiszen a gyorsabban lett úszni, mint hogyha itt oldalt lenne. Illetve speciális úszonyaink vannak. Korábban mindkét lábon egy-egy úszony volt, most pedig már egy ilyen nagyméretű delfin úszonnyal úsznak a versenyzőink. Vannak még szakágaink, amit nyílt vízben zajlanak, ez például a tájékozódási búvárúszás, ahol hasonlóan tájfutáshoz előre lerakott bójákat kell a víz alatt megtalálni, ugyanígy készülékkel és úszonnyal. Mert azt szoktuk látni, vagy legalábbis én láttam már olyan versenyt, de az 50 méteres medencében zajlik szerintem, amikor hát ilyen delfin úszony van, és a kis palaszkot, és az nem egy rendes ilyen könnyű búvár palaszk, hanem valamilyen palaszkot fognak maguk előtt a fejük felett, és akkor úgy úszkálnak össze-vissza a víz alatt. Igen, ez így van, hiszen hogyha hátunkon lenne a palack ezekben a versenyszámokban, az ellenállást, illetve a gyorsaságot nem igazán segíteni elő, ezért a búvárúszók ilyenkor a készüléket maguk előtt tartva úsznak, és így tudják ezt a szép delfin mozgást akár a víz alatt, akár a víz felszínén végrehajtani. Egyébként borzasztó sebességgel tudnak úszni, összehasonlítva mondjuk az úszókkal, és nem kicsinyítve az ő sebességüket, de egyharmaddal gyorsabban tudnak úszni. Hát leszámítva Michael Phelps, akinek egyébként 56-os lába van, és olyan, mintha egy úszony lenne rajta. De még őt is le tudják győzni a búvárúszók. Mit tudjunk egyébként, hogy mit láttuk Magyarországon a búvársportok, mennyire népszerűek? Jelen pillanatban sok száz versenyzőnk van, akik a versenysportágakban, a versenyszakágakban vesznek részt. Ugye az említett úszonyos búvárúszás, tájékozódási búvárúszás, vagy akár a rögbi hoki, amiről beszéltünk, az apneát is ide sorolva, de szabadidős búvárkodással sok tízezren kerültek már kapcsolatba az évek során. Közülük némelyek aktívabbak, akik évről évre, akár nyaralás során, akár erre tervezett nyaralásban merülnek, de ez a sok tízezres szám, ez azok, akiknek valamilyen minősítésük van szabadidős búvárkodásban. Versenyző létszám az néhány százra tehető. Azon gondolkodom egyébként, hogyha nem a sportról beszélek, hanem a szabadidős búvárkodásról, hogyha elmegy az ember mondjuk az Adriára, és az nincs is messze, igen, és mondjuk merülne és fotózgatna halakat, korallokat nézegetne, ha egyáltalán találott, akkor igen, ott átlátszik a víz, meg tudja tenni, de hogyha Balatonban merülne valaki mondjuk könnyű búvár felszerelésben, azért szerintem 2 méter mélyen már nem nagyon lehet látni szinte semmit. Hát a Balaton erre nem nagyon alkalmas a búvárkodásra. Egyébként egy tavaszi időszakban, vagy télvégi időszakban a Balaton közepén viszonylag jó látási viszonyok vannak a balatoni viszonyokhoz képest. Tehát akár 1-2 méteres látás is elképzelhető, úgyhogy ott ez nem népszerű, de vannak Magyarországon bányatavak, vagy olyan barlangrendszerek, ahol egyébként kis tájtiszta vízben is lehet merülni, élővilág is van. Vannak olyan tavaink, ahol még medúzák is vannak, édesvízi medúzák. Egy legeslegutolsó kérdés a végére, és most már csak kíváncsiságból, mert tudom, hogy te is foglalkozol ezzel a bizonyos búvárkodással, de mennyi időt tudsz eltölteni egy levegővétellel a víz alatt? Hát régen mértem utoljára, néhány percet bizonyára. Néhány percet? Néhány percet bizonyára. 55 másodpercnél én már nem tudom, tehát hogy a szemem kiugrik és jönnöm kell fel azon. A néhány perc az a kettőt is jelentheti. Akkor is több legalább egyel, mint az én maxom. Igen, valószínű. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes tovább. Én köszönöm szépen. Neked. A sportrovat támogatója a MOL. Az elmúlt percekben sportoltunk, búvárkodtunk, kicsit úgy, hogy jöhet a
kultúra. Ezúttal elugrunk a Simon Pusztai Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesülethez, és hát ugye indítjátok a szezont legalábbis, hát készültök programokkal. Igen, köszöntöm a nézőket. Természetesen készülünk az idejében is programokkal, és úgy tűnik, hogy most a pandémia és a Covid elleni védekezés is lehetővé teszi, hogy meg tudjuk tartani az idejévi programokat. Fontos egyébként, hogy a Lovas Kultúra Központ, ugye tavaly december óta Szőcs Géza Nemzeti Lovas Kultúra Központ nevet viseli, ami egy átfogó név, hiszen azon belül működik a Simon Puszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület, ami elsősorban a jótékonyság és az esélyegyenlőség megteremtése a lovas kultúrában, illetve a kultúrában is működik a Magyar Történelmi Színház, ami gyakorlatilag a magyar történelem hiteles bemutatását hivatott összeállítani, összehozni, hiszen ahogy a Aladár is többször említette már, sok olyan történelmi eseményünk van, és sok olyan történelmi darabunk van, ami egyszer be van mutatva, és onnantól kezdve már nem játsszák. Vagyis egy kulturális központról beszélünk, aminek a színház is a tagja, amiben te egyébként, mert mint a színházban alapító tagként veszel részt. Így van. Több ilyen nyári előadásban játszottam jó magam, illetve a alapítók, társak, Sasvári Sándor, Moravec Levente, és Szőcs Géza, barátunk Isten nyugasztalja, felkarolta azt az ötletet, hogy ne csak nyári színház legyen, hanem akkor legyen egy állandó, mert ahogy már ezt említettük, bemutatjuk, szabadtéren megtörténik, nagyon szeretik, és egyszer csak, amikor elkezdődik a közszínházi évad, akkor vége. És azt szeretnénk, hogy ne legyen vége, hanem egész évben láthatók legyenek ezek a történelmi darabok. Ezek a történelmi darabok akkor ennek megfelelően bekerülnek egy kőszínházba oly módon, hogy nem elviszitek őket, hanem csináltatok egy kőszínházat oda. Igen, ezt Gábor személyben megtaláltuk azt a lelkes embert, aki még a vírus helyzet alatt is építő ember, gondolkodó ember, és kiharcolta, hogy épüljön oda egy olyan csarnok, amelyikben fedett lovas versenyeket lehet tartani, és ha már ott van ez a multifunkcionális épület, akkor ebben legyen színpad, állandó színpad technika, állandó fény és hangtechnika, és el tudjuk játszani ezeket a nagyívű darabokat. Említetted, hogy lovas versenyeknek is helyt lehet adni, sőt, lesz is az Érdi Vágta, az ott lesz nálatok. Természetesen. Ugye 2019. május 25-én adtuk át az első beruházásunkat. Ez volt egy 5500 fős nézőtérre rendelkező rendezvénytér, ami körbeveszi egy galoppája, és 2019-ben rendeztük meg az első Érdi Vágtának a futamait, és akkor gyakorlatilag most lesz a harmadik Érdi Vágtánk. Egy kiváló helyszín, én úgy gondolom, hogy ilyen még nagyon az országban nincs, hiszen van egy hatalmas nagy lelátó, és mindig nagyon nagy az érdeklődés a lovasportok iránt is, és a lósportok iránt is, és maga a vágtapálya az bemegy egy erdőbe, és egy erdőn keresztül tart a vágtapálya. De úgy, hogy az erdőben is megy maga a pálya, tehát erdőben is megy maga. Nem urván kell menni, hanem hogy megcsináltatok az erdőbe a pályát. Így van. Zseni. És az az izgalom, amikor bevágtázik a ló, és várják a lelátó előtt, hogy kijön az erdőből, az páratlan. Hát az olyan, mert ezt te tudod jobban, a monokói nagydíjon kell átmenni, nem tudom, talán igen. Valami... Alagúton. Ez kb. Ugyanaz. Na, az első program egy gyerektábor, vagy valami gyerek dzsembori lesz? Ez egészen pontosan úgy hívják, hogy nyárindító gyermekfesztivál, ezt 2018-ban kezdtük, még az Egyesület meg sem alakult teljesen, de már elkezdtük, hiszen a jótékonysági a főszerep. A Simon Puszta az mindig várja azokat a családokat, akik rászorulók, vagy akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egy nagy szamású, egésznapos rendezvényen legyenek túl, vagy vegyenek részt, és az idei évben is megrendezzük, ez június 19-én lesz. Ilyenkor délelőtt 11 órakor van a kapunyítás, egész nap programokkal, légvár, íjászat, különbözőféle foglalkoztató játékok, kézműves foglalkozás, lovas bemutatók, színészek a lóháton, és még sorolhatnám a számos színes programot, és este egy színház előadás, most a padlást fogjuk játszani, hiszen az egy abszolút kortalan és családi musical.
És hogyha már említettük az előadást, a padlást, akkor még egy utolsó kérdés a végére. A Történelmi Színház milyen darabokkal készül, vagy miben vagytok éppen benne most? Készül egy Hunyadi, készül egy Csodaszarvas, azon kívül kész van ugye Zrínyi 1566, a Fejedelem, készül a Szeretve, mind a vér, pedig szintén egy új bemutató, ugye ez a Rákóczi történethez szorosan kötődően Jókai művéből. Úgyhogy lesz bőven alkalom Simon pusztán ezeket az előadásokat megnézni. Egyrészt oratórikus formában, tehát egy keresztmetszet formájában, és egy teljes színpadi változat formájában, hogy az, akik ingyen, ugye jótékonyságból jönnek, ők is kapjanak, mert a teljes előadások idén először azok jegybevételesek lesznek. Szóval indul tehát a szezon Simon pusztán is a Nemzeti Lovas Kulturális Központban. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép napot nektek. Köszönjük szépen. Ennyi volt mára tehát péntekre a paletta, és hát ugye az van, hogy május első vasárnapja anyák napja, május utolsó vasárnapja viszont gyereknap, vagyis holnap után gyereknap lesz. Úgyhogy csoki, vatta, cukor, és hát sok séta a családdal, és érezze mindenki nagyon jól magát a hétvégén, kellemes hétvégét mindenkinek. Jövő héten hétfőn találkozunk a szokott időben, kezét csokkolom, viszontlátásra!